Keveseknek adatik meg, hogy Los Angelesben, Hollywoodban Oscar-díjat vegyenek át, de ilyen Szamosi Zsófia színésznő, hogy mi mindent tudott megnézni, amikor ott volt, az a néhány nap alatt, azt most a Drive magazinnak elmondja. Nagyon kevés időt tudtam ott tölteni, mert ugye színházi évad kellős közepén kellett kiutazni. Ráadásul még egy forgatásban is benne voltam, úgyhogy nekem 3 napom volt mindössze, amikor eléggé be voltunk fogva. Tehát nem csak maga az Oscar rendezvény, ami egyébként egy ilyen iszonyatosan hosszú valami, tehát az odaérkezéssel, a bevonulással, maga a műsor is borzalmasan hosszú. Szóval, tehát az egy teljes nap volt gyakorlatilag. Azon túl talán egy nap volt, amikor lehetett mászkálni ide-oda, és akkor az egyik kollégám bérelt egy autót, és azzal sikerült eljutnunk egy pár helyre Los Angelesben. Ugye tudni kell, hogy Los Angelesben gyalog nem jutsz el sehova, tehát ahol laksz, azt a környéket be tudod járni gyalog, de olyanok a távolságok és a város részeit autópályák kötik össze, tehát ott az autós közlekedés az a bevált. De hogy szerint, tehát hogy volt egy autónk, és akkor azzal mondjuk elmentünk pont a Dolby Színház környékére egy másik alkalommal, a Sunset Boulevardra, és akkor ott végignézegettük a csillagokat. De túl sok mindenre nem volt idő, sajnos. Amikor látod ezeket a csillagokat az utcán, ugye sokszor halljuk, hogy tulajdonképpen ezt az európaiak fejében ez egy óriási csillogó dolog, ehhez képest pedig egy lepusztult utca. Igen. Mit tapasztaltál? Hát nekem nem volt semmilyen előképem arról, hogy ennek milyennek kéne lennie, úgyhogy azt láttam, hogy ez egy ilyen amerikai utca, különösebben nem semmi extra. A hollywoodi Walk of Fame hírességek sétánya a szórakoztatóipar sztárjainak neveit megörökítő hatalmas utcák kereszteződése Hollywoodban. Az első csillag 1960. február 9-én került az utcára. Azóta több, mint 2600 ember vagy márka, illetve rajzfilmfigura kapott már csillagot. Van, aki ez rózsát tesznek, ilyen Michael Jackson, de olyan is akad, például Donald Trump, akinek többször is csákánnyal nekiestek. A csillagok fekete gránitlapon helyezkednek el, bronzszegéllyel, rózsaszínű, ötágú geometriai formák. A nevek bronzszínűek. Egy-egy csillag telepítése, karbantartása 40 ezer dollárba kerül. Időkapszula is került a hírességek sétánya alá, amit 2060-ban fognak kinyitni, egy üzenet szerepel benne, ami úgy szól, ivartalanítsd a házi kedvencedet. Tulajdonképpen ugye azért azoknál a csillagoknál javarészt ott volt az, akiről a csillagot éppen oda kirakták, hiszen azért e köré építenek manapság már egy komplett show műsort, de ennek a feelingjét lehet ott érezni, hogy mindenki leszegett fejjel néz, megy és nézi a csillagokat? Szerintem csomó ember, aki arra lakik, az nem nézze felé, hanem jön, megy. Nyilván a turisták nézegetik a csillagokat, és akkor mi is. Igazából a felismerés, hogy jaj, ő is, meg ő is, tehát ennek az öröme van ott. Másrészt meg néha az a kérdés, hogy úristen, ez ki volt. És akkor meg az ember el is gondolkodik, hogy valószínűleg egy iszonyatosan nagy sztár volt a maga idejében, és én meg már nem tudom, hogy ki volt, hogy ennek is van valami, ebben van valami szomorú szerintem. Megadja egyébként Los Angeles az igazi amerikai életérzést, vagy lehet azt érezni, hogy húha, most ez az igazi Amerika? Hát igen, én nem annyira sok helyen jártam Amerikában, de sokkal inkább éreztem Amerikában magam, mint New Yorkban például, ami meg egy egész más milyen hely. Tehát ott tényleg lehet gyalog járni, meg lehet metróval járni, és fel lehet fedezni a várost így ennek a szabadságával. És akkor nekünk turistaként mit javasolsz inkább, Los Angeles-t, vagy mondjuk New Yorkot? Hát ha valaki az Oscar-gálára megy, akkor Los Angeles, de egyébként New Yorkot.